Sziasztok, én Matilda vagyok. Sziasztok, én meg Robi. És ma megyünk a könyvhétre, amit tervezek vlogolni, úgyhogy ez a mai videó egy könyvheti vlog videó lesz. Megyünk a könyvmolyok mennyországába. Igen, és nagyon sok pénzt el fogok költeni. Biztos? Igen. És mindén cipelem haza. Mi szerinted minek hozom a táskámat? Nem tudom. Cipelheted felőlem. Na igen, úgyhogy lassan indulunk Pestre. Hát már itthon vagyok, és ez egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon mini vlog lett a könyvhétről, csak így miközben ott voltam, így nálam volt a kamera, de mondom... mindegy. Most így a végére egy kis bemutatás, hogy mit vettem, meg kicsit a napról, szóval amúgy nagyon-nagyon szuper volt, nagyon-nagyon jó volt, nagyon sokan ott voltunk így a booktuberekből, és ez tök jó volt, így összetömörültünk, és így el voltunk, meg könyveket cserélgettünk, úgyhogy nagyon-nagyon jó élmény volt. Szerencsére jó időnk volt, mert tök féltem, hogy szakadni fog az eső, és így álmos minket, de nem, 30 fok volt és tűző nap, úgyhogy remélem nem kaptam napszúrást. Majdnem minden könyvet sikerült beszereznem, amit szerettem volna, fixen, mert a könyvmagyképzőhöz mire odaértem, addigra elfogyott a Holdbéli Krónikák új része. Szomorú voltam, úgyhogy helyette megvettem a Cserkeszterek második részét. Spoiler, hogy mit vettem. Ja, nagyon-nagyon jó volt, szerintem nagyon jó hangulat volt, meg annyira igazából nem is a könyvek miatt mentem fel a könyvhétre, inkább amiatt, hogy találkozzak a többiekkel, mert az a legjobb része, mert könyvet tudok venni itthon is, szóval jó könyvhéten akciósak, de meg sok könyv van egy helyen, ami ilyen szíveske szemeket hoz elő, de hogy alapból inkább amiatt mentem föl, hogy tudok találkozni a többiekkel, meg veletek is találkoztam, vagy hát így akivel tudtam, és úgy nagyon vicces, hogy mindig olyan félve jönnek hozzám emberek, pedig szerintem kettőnk közül, hogyha így valaki oda jön hozzám, én jobban be vagyok szarva, mint a másik. Mármint, hogy ilyenkor mindig félek, hogy furán viselkedek, vagy valami. Nem harapok. Csak én is félek. Igen, úgyhogy volt ilyen is most már, szegényem a szomorú lesz, mert mindig is ott akart lenni az első ilyennél, amikor felismer valaki, vagy oda jön valaki hozzám, és nem volt ott soha egyiknél sem még. Abból a néhány alkalomból, amikor már ez így előfordult, mert kimozdultam itthonról, és akkor volt esélye embereknek találkoznia velem. Ja, szuper volt. Úgyhogy nézzük, miket vettem. Szóval, amit már ugye mondtam, a Cserkeszterek második része, mert ugyan én azt már olvastam angolul, de amúgy meg szerettem volna magyarul már csak azért is, mert szerintem ez egy nagyon... Igen, ennek van ilyen... nagyon durva szaga van. Érdemes, hogy meglegyenek dolgaim magyarul is, mert akkor rá tudom tukmálni itthon másokra is, meg ugye ez ilyen fiatalabb lányoknak szóló, szóval majd egy pár év múlva, ha már az unokahúgom nagyon lesz, akkor akár neki is így odaadhatom, hogy tessék, olvasd. Amikor már nem ezt csinálja a könyvekkel, hogy így... Mármint szereti a könyveket már most is, csak... még nem bánik olyan finoman, mint én szeretném az én köteteimmel. Úgyhogy igen, Cserkeszterek, ez kellett. A másik, a Fangirl mangára nagyon-nagyon régóta vágyok, csak ugye ez tavaly jelent talán meg magyarul, és
Én előtte úgy voltam, hogy megveszem angolul, de aztán most így úgy voltam, hogy hát ha már kijött magyarul, miért ne? Ugye ez a... Honnan? Hát lett rendezve a polc. Ugye ez a Fangirlnek a mangás változata, és akkor nem tudom igazából hány kötet lesz, azt tudom, hogy van ez az első kötet, ez már kijött magyarul, és most fog majd kijönni a második kötet, angolul, elvileg majd jön magyarul is. És amúgy ez lesz az első manga, amit így ever olvasok, de nagyon-nagyon szeretem a Fangirlnek a sztoriát, úgyhogy már csak ezért is. Nagyon szerettem volna, meg Rainbow Rowell az egyik kedvenc írom már, és olyan szép. És akkor jön két magyar szerző. Az egyik, ami miatt Andiék többé nem elrakhatják a fülemet, mert kijött az újranyomás és megvettem, az Klein Hans Csillának az Ólom erdője, és ezt a tűzőnapon harcolva meg is szereztem a dedikálást hozzá, úgyhogy nagyon-nagyon kis happy voltam, úgyhogy most már így föltehettem az Irha és Bőr mellé, mert ugye azt meg moskátanitával sikerült aláíratnom, úgyhogy így a Gabó aláírásaim gyűlnek. Úgyhogy most már fogok Ólomerdőt is olvasni. A másik pedig egy tavalyi év egyik nagyon szuper magyar szerzős olvasmánya volt, a Nagy folyók haragja, és ennek megjelent a második része. Csak egyébként ez a megjelenés nekem így... Nem tudom, mikor jelent meg pontosan ez a könyv, mert nekem abszolút elkerülte a figyelmemet, és így csak így egyszer csak valamiért rákerestem, vagy valaki lehet, hogy polcra raktam olyan, és így néztem, hogy ebben már van második rész. Úgyhogy úgy időzítettem, főleg azért, mert a könyvhéthez közeledve, hogy az írónő dedikálást is fog tartani. Mondom, jó, akkor megveszem a könyvhéten és ezt aláíratom, mert tavaly elkerültem a dedikálást, és igen, ez is alá van írva. És olyan szépen ír. Smaróga. Olyan szép. Meg ez a könyv is szép. És még talán emlékszem is a sztorira, úgyhogy ez majd ezt is olvasom minél előbb. Mert ez meg egy nagyon jó kis ilyen fantasy sorozat, ami így az ifjúság és a felnőtt korosztály határánál, és nagyon-nagyon szerettük tavaly apával ezt a könyvet. Mármint az első részét úgy. Szóval ez volt az, amit vettem, és még egy Wintert szerettem volna, de hát így nem. Úgyhogy azt majd más forrásokból kell beszerezni. És ami még technikailag könyvheti lúton szervezett beszerzésem, mert a könyvhéten lett meg, az ez a kupac. Csináltunk egy kis ilyen cserekereskedelmet, úgyhogy ez innen lett. Ez a három Nalinától, ez a Serafina és a Rainbow Rowell gyűjteményembe egy Landline és egy Attachments. Ez nem tudom most, hogy megjelentek-e ezek magyarul, fogalmam sincs róla. Illetve Fruzsitól a háromtest problémát, pont most olvastam a szerzőtől, akinek egyelőre még nem googliztam meg, hogyha kiejteni a nevét. A hangyák és dinoszauruszokat, és ez nagyon tetszett, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek erre a kötetére is. Szóval ennyi könyvvel jöttem haza a könyvhétről. Ja, és ez lesz most nagyon bulis, hogy helyet, mármint van nekik hely a polcon, csak az elrendezés nagyon össze fogják kuszálni, de majd megoldom. Úgyhogy nagyon jó volt, nagyon örülök, hogy el tudtam idén is menni, hogy jó idő volt, hogy sikerült dedikáltatnom, hogy sikerült vennem könyveket, hogy sikerült találkozni tényleg a többiekkel, mert tényleg az volt a legeslegjobb része, főleg, hogy mindenkinél ott volt az összes embernél a könyvkempinges vászontáska, én is abba hoztam a könyveket haza, úgyhogy nagyon jó volt. A vlog része meg igen minimális, de van pár pillanat felvételem azért a dologról. Úgyhogy köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!